a megváltó Jézushoz. Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem, aki keresztáldozatod által megváltottál minket, és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől és a gonosz minden befolyásától. A te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem, a te kereszted érdemeiért kérem, Mária, a fájdalmas anya közben járására kérem. Boríts el az oldaladból kifolyó vér erejével, hogy megtisztítson, megszabadítson, meggyógyítson engem. Amen. Imádság testi gyógyulásért. Uram Jézus, imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztség szentségében ajándékoztál nekem. Te az emberélet Isten fia vagy, te a megváltó messiás vagy. Ebben a percben Péterrel akarom mondani. Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk. Befogadlak, Úr Jézus, a szívembe és az életembe. Azt akarom, hogy te légy föltétlen, Ura. Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad az evangéliumi béna ember bűneit. Tisztíts meg isteni véreddel. Lábaid elé helyezem szenvedésemet és betegségemet. Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges sebb helyeid ereje által, kereszted által, drágalátos véred által. Te vagy a jó pásztor, én pedig aklód egyik báránya. Könyörülj rajtam! Te az a Jézus vagy, aki azt mondta, kérjetek, és kaptok. Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és te meggyógyítottad őket. Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad. Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert te vagy a feltámadás és az élet. Hála Jézus, mindazért, amit tenni fogsz. Elfogadom szereteted, rám vonatkozó tervét. Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet. Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked, és dicsérlek téged. Amen. Add, hogy újra, békére és örömre találjak, annak biztos tudatában, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a te feltámadásod, a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a te közöttünk lévő, élő jelenléted, hiteles tanújává. Amen. Jézus isteni szíve, Máriának, az egyház anyjának, szeplőtelen szíve által
egyesülve az Eukarisztia áldozatával, neked ajánlom magamat, és ennek a napnak imáit és tetteit, örömeit és fájdalmait, a bűnök jóvátételére, minden ember üdvösségére, a Szentlélek kegyelmében, az isteni Atya dicsőségére. Amen.